A hazaiak kezdték jobban a meccset, a 7. percben 4-1-re vezetett a Kisvárda, a vendégek edzője ki is kérte első idejét. Hatásos volt az eligazítás, a 12. percben 7-7-nél utolérte ellenfelét a Siófok, majd a vezetést is átvették a balatonpartiak. Folyamatosan nőtt a két csapat közötti különbség, a pihenőre 12-16-os állásnál vonultak le a játékosok. Fordulás után tovább növelte előnyét a vendégcsapat, a második játékrész derekán már 8 gólos hátrányban volt a házigazda. Ez a különbség megmaradt a mérkőzés végéig, így a Kisvárda vereséggel zárta utolsó hazai fellépését. Sajnálom a mérkőzést, mert azt gondolom, hogy a mérkőzés egy nagy szakaszában a kapusig nem kézlabdáztunk rosszul, viszont a kapussal szemben gyakorlatilag 3 mérkőzésre való zicsert hagytunk ki, tehát én azt érzem most is, és a számok is azt mutatják, most hirtelen ránéztünk, hogy 18 zicsert hibáztunk. Ez mindent elárul, sajnos ez abszolút lerombolta utána a játékunkat, a morálunkat és azt a szellemet, ami kellett volna. Bosszankodhatunk magunkra, mert azt gondolom még egyszer, hogy azokért megdolgoztunk, kialakítottuk a helyzeteinket, és az, hogy a szikor ennyire lenullázott minket, azt tudtuk, hogy egy jó kapus, tudtuk, hogy jól fog védeni, de az, hogy ennyire ne találjuk meg az ellenszert, és beledobáljuk azokba a félmagas területekbe, amiket tudtunk, hogy az a legerősebb területe, az gondolom, hogy óriási hiba, és ez nagyon eldöntötte a mérkőzés sorsát abból a szempontból, hogy szorosabb legyen esetleg a végjáték, és egy komoly, nehéz mérkőzés alakuljon ki belőle. A vendégek edzői és kapusuk teljesítményét emelte ki. Szikora Melinda 39 lövésből 20-at védett, így több mint 50%-os hatékonysággal zárta a mérkőzést. Gratulálom mindenkét csapat, gondolom volt egy minőségi mérkőzés, mi sok jobb első fél ide védelem játszottad, szikora volt nagyon jó, a második fél ide volt csapat még több agresszív, több jobb védelem játszottad, szikora az sok labda véde. Én gondolom, ez volt jó mérkőzés, nagyon nehéz az utolsó két meccs az játszott. Most az fárad mindenki vár az vége szezon. Meg egyszer gratulálom Kisvárda, egész szezon nagyon stabil, jó játszott. Tehát ugyanaz szennyem csapat, azért fontos volt az mágyőzlem. A tabella élén a Ferencváros áll 48 ponttal, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 46 pontos Győrt. A 16 ponttal 8. Kisvárda vasárnap Balatonbogdáron zárja az idényt.